Örömmel tettünk eleget a szíves invitálásnak, amikor meglátogattuk Stekli Zsuzsa Zománc művest műhelyében Bonyhádon a Deák utca 37-ben. Az alkotóműhely a lakóház padlásterében kapott helyet. A teraszról jó időben elláthatunk a mecsekig, előttünk terül el Bonyhád, ahol Zsuzsa született, és ma is él családjával. Műhelytitkok nyomában járunk, de Zsuzsa azt ígérte, nincs itt semmi titok, szívesen megmutatja, hogyan születnek képei. Először a rajz készül el. Fontos a rajztudás, mert hiába szeretne az ember valamit elmondani, lerajzolni, ha nincs tisztában például az anatómiával, igen furcsa, fals dolgok születhetnek. Ha szükség van modellre, családja szívesen segít, különösen nagy lánya, bármikor örömmel áll modellt. Az ő arca, mozdulatai visszaköszönnek Zsuzsa madonnáin, aktjain, egyéb figurális kompozícióin. Ha a modell épp nem ér rá, előfordul, hogy egy régi rajzot újra elővesz, és valami egészen újat, mást csinál belőle. Az új kép sohasem másolat, más technikával egy egészen új minőség születik. És most lássuk, hogyan is készül a Zománc kép. Miután kész a pontos, érzékletes rajz, egyetlen vonallal letisztázza pausz papíron. A terv kész. A második lépés letisztítani a vörös lézlemezt. Ez történhet salétromsavas pácolással, vagy amint most látjuk, üvegszálas csiszolóval, majd öreg zománccal. Végül a lemezt tiszta vízzel le kell öblíteni és szárazra törölni. A lemez hátuljára fedőzománc kerül, hogy megakadályozza a revesedést és kiegyenlítse a keletkező feszültséget, hiszen a lemez elejére vastagabb zománcréteg fog kerülni. Száradás után kezdődhet a varázslat. A festett kép műveleti sorrendje a következő. Pausz papíron levő rajzot indigó segítségével átmásolja a szárított zománcra. Majd óvatosan karctűvel megrajzolja a vonalakat. A lemez bekerül a kemencébe, és ott 3-4 percig 820 fok Celsiuson ég. Az eredetileg fehérnek látszó zománc égetés után szép átlátszó lesz. Ez a transzparens zománc adja a figurák testszínét. Tulajdonképpen szintelen, csupán a rézlemez színe csillan át a zománcon. Ennél a technikánál a vonalakat a reve, vagyis a rézoxid adja. Ezért vigyázni kell, hogy megmaradjon a vonal. Amikor elkezdi festeni a színes, transzparens és fedőzománcokat használva, a vonalakat mindig átlátszó zománccal fedi le. Úgy festegeti Zsuzsa a képet, mint a gyerek a kifestőkönyvet. Amikor egy réteg elkészül, újra a kemencébe kerül, ahol újabb 3-4 percig ég. Az első színes égetés után már nagyjából helyén van minden szín, és most addig kell ismételni a festés-égetés folyamatot, amíg úgy nem látja, hogy minden további munka csak rontana a képen. A kép kész, kihűlt, már csak egy megfelelő keretet kell keresni hozzá, és íme a mű. A másik technika, amit Zsuzsától megismerhetünk, a rekeszzománcozás. Kezdetben a rekeszzománcot égetett alapú lemezre készítette. Ma már sok évi gyakorlat után fémtiszta rézlemezre dolgozik. A rajzot itt is indigóval felvitte a lemezre, majd pauszpapíron nagyon pontosan kihajtogatja a vonalakat. Csipesszel, fogóval dolgozik. A rekeszeket egy speciális ragasztóval felragasztja a lemezre a rajz szerint. Ez nem bonyolult, csupán türelmet, kézügyességet és sok időt igénylő része a munkának. Fontos, hogy a rekeszek nagyon pontosan illeszkedjenek, mert különben kifolyik belőlük a zománc. Amikor minden vonal a helyén van, meg kell szárítani, ezáltal rögzül a rekesz a lemezre. Most a zománcok tisztítása következik. A színeket vízzel alaposan fel kell keverni és átmosni, hogy szép tiszta, tüzes színeket ne szürkítse el semmiféle szennyeződés. Amikor elkezdi a rekeszeket töltögetni rajztollal, ecsettel, tűvel, nagyon vigyáz arra, hogy minden rekesz tele legyen, de ne legyen magasabb a zománc a rekesznél. Nem lesz szép, amikor a felső réteg a csiszolásnál megsérül. Amikor minden szín a helyén van és megszáradt a zománc, 3-4-5 percre kemencébe kerül. 820 fokon a zománcpor egységes üvegszerű anyaggá olvad. A kemencéből a lemez két gránitlap közé kerül, és alatta hagyja kihűlni. Így a lemez tökéletesen egyenes marad. A rekesz kép egyébként szeret zsömleszerűen domborodni. A fémkész kép most egy ecet sópácoldatba kerül,
ami megtisztítja a keletkezett revétől. Utána pedig bővizes öblítés következik. Miután megszáradt a kép, előtűnnek a kisebb hibák, amit egy második töltögetéssel és újraégetéssel rendbe lehet hozni. Ha szükséges, ezt többször meg lehet ismételni. Most egy kényes művelet következik. Van, aki kaszakővel vagy egyéb szilícium-dioxid kővel csiszolja a lemezt. Zsuzsa, mint mondja, használja a modern technikát, és egy kézi csiszológéppel síkba csiszolja a rekeszeket. A csiszolásnál az ománcok felülete is megkarcolódik, ezért még egy fényező égetésre be kell tenni a kemencébe a munkát. Ekkor az ománc felülete ismét megolvad, szép fényes lesz. Tovább lehet finomítani, ha a képet lumináljuk, felülfestjük, mondja Zsuzsa. Szép festői felületeket érhetünk el, ha a rekeszeken belül még újabb vékony rétegeket viszünk fel ecsettel. Ez a fényező égetéssel egy lépésben megoldható. Egy rekeszelt kép nagyjából 3-4 munkanap alatt lesz kész. Már csak keretet kell keresni neki, és miután a képet kellően felöltöztette, nincs vissza más, mint a kiállításon a közönség kegyeibe ajánlani. Zsuzsa szívesen lát műhelyében érdeklődőket, kollégákat, akivel megoszthatják tapasztalataikat. Aki látta e filmet, tekintse meghívásnak.